Nagybányától Kecskemétig címmel nyílt kiállítás május 5-én a Kecskeméti Lechner Ház galériában. Itt árt a közönség elé Szabó Sándor vállalkozó, a galéria tulajdonosa, azt a magángyűjtemények anyagára támaszkodó 36 műből álló festménykollekciót, amelynek darabjai kivétel nélkül kötődnek az egykori nagybányai festőiskola alkotóihoz. Nagybánya szép, festői motívumokban oly gazdag, hogy ritkítja párját. Egyik oldalán a lapály, amerre az Alföld akadálytalan látóhatára nyílik, másik felén óriási félkörben hullámos, fürtös, szép hegyek. Részfedelű tornyai, ódon házai fölött felhőként úszik a történelem hangulata. A várost északról és keletről őrzik a hegyek. Lejtőik lábán szelíd gyümölcsös kúszik a meredek szőlőtáblákig, homlokukat öreg fák, a biblikus komoly gesztenyések koronázzák. Mögöttük sorakoznak magasabb hullámokban a bükkös tölgyes bércek, s egészen fönt valamennyinek a feje fölött kéklően a Fekete-hegy, a Rozsály és a Gutin óriási sziklapúpos háta. Írta a festőiskola helyszínéről szolgáló idilli városról Réti István festőművész, a képzőművészeti főiskola későbbi rektora. A településhez és az iskolához kötődő művészek munkáiból látható kiállítás május elejétől a Kecskeméti Lechner Ház galériában. A tulajdonos Szabó Sándortól azt kérdeztük, miért adta a fejét galéria létesítésére. Kedvtelésből. Nagyon szeretem a szép képeket. A nagybányai világ az külön a szívem csücske, a kecskeméti művésztelepen készült képek szintén. Klasszikus képeket szeretem jobban, a kortárs az kevésbé izgat fel, nem is gyűjtöm igazából. Szabó Sándor csak festményeket gyűjt, jellemzően a két világháború között készült műveket. A galéria korábbi működéséhez hasonlóan most is elsősorban időszaki tárlatokban gondolkodnak. Időszaki kiállításaink vannak. Télen nagyon magas volt a fűtési költsége, miatt zárva volt a galéria, de nyáron folyamatosan működtetni fogjuk, és ingyenes a belépés, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. A nagybányai festőiskolához kötődő művészek gazdag képanyagából Szabó Sándor Borbély László művészettörténésszel közösen válogatta össze a most falakra kerülő jó keresztmetszetet nyújtó kiállítást, amelynek anyaga magángyűjtemények kollekcióiból állt össze. A Szépművészeti Múzeumtól és a Nemzeti Galériától magángalériák nem kölcsönözhetnek, így olyan gyűjtőktől, akiket ismerünk, és mi is kölcsön, vagy én is kölcsön adok nekik időnként, meg ők is. Így működik. Ebben a nagybányai anyagban olyan izgalmas és értékes képek vannak, amiket mindig és bárki örömmel tenne közkincsé. Úgyhogy szerintem itt legalább 8-10 olyan kép van, ami nélkül nem is lenne magyar művészettörténet. Lehetetlen úgy beszélni magyar művészetről, hogy ne beszéljünk Nagybányáról, mert ezek a mesterek, akik Nagybányát létrehozták, ezek megjelentek a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ezeknek lettek ott tanítványaik, a tanítványoknak lettek tanítványaik, és ezek mind ugyanazt a nagybányai szellemiséget követték, függetlenül attól, hogy jártak-e ott vagy nem, de azért többnyire jártak is, sőt, annak ellenére, hogy Nagybánya átkerült Romániába, még a két háború között is jártak át művészek Nagybányára. A nagybányai időszak megítélése természetesen sok más korszakhoz hasonlatosan nem egységes, sem szakmai körökben, sem a közönség köreiben. Van, aki az elvontabb dolgot szereti, van, aki a természetelvűbb dolgokat szereti. Mondjuk olyat nem tudok elképzelni, hogy valakinek ne tetszen Ferencinek az a dombos tája, mert
ragyog a napsütésbe, mit tudom én. De azt se tudom elképzelni, hogy valakinek a nagy Oszkár ne tetszen, valakinek éppen ez az izgalmasan megoldott Iványi. Nem beszélek a túlsó oldalról, mert ott meg olyan fura dolgokat látunk, hogy például, amikor már eltávolodóban volt Nagybányától Hollósig, akkor festette meg Ferenci azt a rendkívül izgalmas arcképet abban a hárfával, Hollóséval. A Nagybányától Kecskemétig című tárlatot professzor dr. Stahó Pekári István, a város kulturális ügyekért felelős alpolgármestere nyitotta meg, aki beszédében Hamvas Béla gondolatait idézte. A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne. 1896-ban létrejött a Nagybányai Művésztele, meghatározója a művésztelet a magyar képzőművészetnek, mint tudjuk. Mindazok, akik részt vettek a megalapításában, majd később más csoportosulások, köztük a Kecskeméti Művészetet létrejöttében, működésében, hittek az életben. Kizárólag azért gyűltünk együbbé, hogy a természet előtt állva és dolgozva egymásnak legyünk segítségére, mondták a nagybányai alapító. A természet és az élet tisztelete a legfőbb meghatározója annak, amit ma nagybányaiságnak hívunk. Az alpolgármester elmondta még, minden magas színvonalú kiállítás segít az embernek fölismerni, hogy az élet különös titok, hogy az élet érték. A világ helyzete azokon múlik, akik megmutatják az élet értékeit, és akik hisznek ezekben az értékekben. A megnyitó további részében Borbély László művészettörténész röviden összefoglalta a Nagybányai Festőiskola történetét és hazai festészetben betöltött jelentőségét. A kiállító művészek között Ferenci Károly, a művésztelep egyik legnagyobb hatású alkotója 7 művel szerepel. A második legtöbb művel, 6 alkotással Iványi Grünwald Béla képviselteti magát a tárlaton. Ő volt az, aki a nagybányai kolóniából Holdudvarával együtt kiválva 1909-ben megalapította és 1919-ig vezette a kecskeméti művésztelepet. Ugyancsak erőteljes kecskeméti kötődése van Perlott Csaba Vilmosnak is, akinek 5 képéből 3 kecskeméti vonatkozású. Nagy Oszkárnak, aki az első világháborút követően rövid ideig a kecskeméti művésztelepen is dolgozott, 3 műve látható a kiállításon. Ott van a kiállítók névsorában az alapítók közül például Réti István, aki később a képzőművészeti főiskola rektora lett. Fontos művekkel szerepel a kiállításban a bácsalmási születésű Boromissa Tibor. Az alkotók között van továbbá Galimberti Sándor, Glac Oszkár, Ziffer Sándor és Hollósi Simon is, akinek a fejéből kipattant a Nagybányai Festőiskola létesítésének gondolata. Hollósi Iványi Grünwald Bélával közösen írt levélben fordult Nagybánya polgármesteréhez, kérve és kezdeményezve a festőkolónia létesítését és befogadását. A magyar festészet egyik meghatározó jelentőségű csoportosulását bemutató kiállítás június 16-áig tekinthető meg a Lechner-ház galériában, a belvárosi Görög templom utcában.